ezek az én filmemnek a főszereplője, ez a kettő figura, és a többi az pedig a helyi vendégarcok. Elgondoltam, hogy hogy is lehetne egy ilyen alkotást létrehozni. Hát hozzáláttam először magának a térnek a megtervezéséhez, hosszasan gyűjtöttem hozzá képanyagot, és utána ez alapján létrehoztam egy-egy a négyes makettet. Utána elkezdtem a figurákon is gondolkozni, a karaktereken, a történetet párhuzamosan ezzel csináltam, és amikor úgy nagyjából már az véglegesedett, akkor kezdtem hozzá az ilyen apróbb tárgyakhoz, meg a karakterek rendes kitalálásához. Hát ez olyan klasszikus technika, a báb animáció, ami igazából arról szól, hogy a számítógép maximum utómunka, vagy a fotózáshoz mellékes eszközként kerül szóba. Amúgy teljesen manuális, egy fényképezőgép kell hozzá, amivel kockáról kockára felveszem az egyes mozdulatfázisokat. Nap mint nap, amikor megy az ember a városba, egy csomó olyan karaktert lát így a villamoson, vagy az utcán, amik így kicsit megragadják, és akkor ezt próbáltam fejbe leskiccelni. Meg kellett őket építeni, ugyanúgy a ruhájukat, az arcukat, minden egyes kis alkatrészüket össze kellett rakni. Az alapváz az egy ilyen manapság használatos, ilyen csapágygolyós acélváz. Erre van végül is ráépítve a fej, a kisebb testrészek, és végül a ruha, amit egy textiles lány készített. Ilyen műgyantából vannak öntve, és aztán utólag lefestve. Körülbelül 3 hónap lesz a forgatás, utána még 1 hónap az utómunka, úgyhogy ilyen 4-5 hónap múlva minden igaz, akkor premier lesz valószínűleg a Toldi moziban. Szeretek tényleg itthon lenni, itthon dolgozni, és reménykedek benne, hogy itthoni animációs ipar az fellendül egyszer, vagy valami csoda folytán esetleg különböző pályázati lehetőségeket kapnak majd a fiatal rendezők.